Itt vagyunk a Start Plus-ban első vendégünkkel, jó reggelt kívánunk, és egy gyönyörű magyar díjjal, amit meg is tudunk az mutatni. Az ICOMOS, így van. De hát arra kérjük Kolti Ferencet, hogy mutassa ezt önnek, hiszen ön vette át ezt a díjat. Ott van a kameránk. Ott a kamera. Hát igen. Ott is van egy ICOMOS díj, amelyet a Balatonfüredi zsidó kiválóságok háza kapott. Így van. Ez egy építészeti díj, amelyet 2006-ban úgy hoztak létre Magyarországon, hogy Magyarország csatlakozott ez az UNESCO-hoz kapcsolódó hazai díj. Ezt 2006 óta adják át, hogyha jól figyeltük mi a Krisztával át Magyarországon. Hát, három fogadták? Évnél nem idősebb épületeknek. Így van. Hogy fogadták ezt, amikor meghallották, hogy díjban részesülnek? Hát ez egy igazán nagyon komoly elismerés, és azonnal azt kell mondanom, hogy a laudációból véve az idézetet, hogy tulajdonképpen három ok együttállása okán kaptuk ezt a díjat. Ugye alapvetően egy építészeti csúcsteljesítménynek a honorálása, Sugár Péter a főtervező és Varga Piroska a belső építész és a tervező. Alapvetően az ő kiválóságuk eredményezte azt, hogy felfigyeltek erre a intézményre. Csak mondom a nézők kedvéért, most látják a légi felvételt, hogy Balatonfüreden járunk, hogyha ez véletlenül nem hangzott volna el. A gyönyörű Balatonfüreden így van, járunk. Így van. A másik aspektus a három közül az az, hogy a helyi önkormányzat ennek az épületnek, illetve az épületegyüttes létrehozásának a élére állt, enélkül ez nem valósulhatott volna meg. És a harmadik, amit a laudáció említ, hogy a forma és a tartalom itt nagy egységben van, és talán ezért vagyok én itt, mert én meg a tartalommal foglalkozom, mármint az épület együttesen belüli a tartalommal, kiállítás és a kulturális szolgáltatás. Azt azért legyen olyan kedves, árulja el a nézőinknek, hogy egy ilyen díj miközben, hát ez egy fantasztikus elismerés, mi mindennel jár együtt? Azzal a lehetőséggel, hogy beszélnek róla. Tehát ez nemzetközi szinten is ennek híre megy. Ennek nagyon komoly híre van, rengeteg gratulációt és elismerést kaptunk, nem csak formálisan, hanem informálisan is, tényleg a világ minden részéből. Kitehetjük a plakettet természetesen az épületre. Ez pénzjutalommal nem jár, hanem az imidzsünk növekszik, és erre azt gondolom, hogy minden kulturális szolgáltató intézménynek nagyon nagy szüksége van, hogy ismertségre tegyen szert. Beszéljünk kicsit ennek a díjazott épületnek a belsejében lévő tartalomról is. 132 többségében Nobel-díjas zsidó származású kutató életével és munkásságával ismerkedhetnek meg, akik ide elmennek Balatonfüredre. Érdemes, egy interaktív, nagyon szép, elképesztő magas színvonalú kiállítás. Einsteintől napjainkig zsidók és csúcstechnika. Einsteintől napjainkig, vagy Einsteintől Zuckerbergig? Melyik a helyes cím? Mert a Zuckerberget is láttuk, mintha a kiállítás. Zuckerberg is természetesen ott van. Ugye, aki a Facebooknak a alapítója és működtetője. A napjainkig igaz, mert például bedolgozzuk a gravitációs hullámot felfedező három Nobel-díjas tudós közül azt a kettőt, aki egyébként, ha a nácik terve sikerül, akkor ugyancsak nem élte volna túl a második világháborút és a holokausztot. Mondja, ez egy érdekes kérdés, mindig gondolkozom ezen, amikor olyan büszkék vagyunk mind a Nobel-díjasainkra, mind a világszerte ismert, elismert zsidó kutatókra, tudósokra, felfedezőkre, hogy nekik a személyes identitásukban, a származásokon túl milyen százalékban, milyen mértékben volt meghatározó a zsidó identitás? A mi, mondjuk úgy, hogy válogatási szempontunk a bekerülésre, az egyáltalán nem a zsidósághoz való viszony volt. Ezeknek a tudósoknak a többsége az a zsidósághoz nagyon
lazán kapcsolódott, volt köztük több is, aki elhagyta a zsidó vallást, és hát a többségük azok, az pedig egyáltalán semmiféle valláshoz nem kötődött. Itt a mi üzenetünk az, az, hogy micsoda csúnya dolog az, hogy ezeket a tudósokat is megölték volna a 6 millió nővérünk és fivérünkkel együtt, de ők valamilyen csoda folytán megmenekültek, és akkor azok a felfedezések, amelyek a mai életünkben meghatározóak, a mobiltelefon a zsebünkben, a navigációs készülék az hatunkban, a fogamzásgátló tabletta és a rengeteg gyógyászati felfedezés, az nem valósult volna meg, vagy nem úgy valósult volna meg, és ezzel mennyivel szegényebbek lettünk volna. Tehát a kiállításnak két fontos aspektusa van. Az egyik, lehetőleg a fiatalokat célozva, hogy az innováció, a teljesítmény, a természettudományos érdeklődés az milyen fontos, és mennyire mindenkinek magán múlik, hogy sikeres tud-e lenni, és ezeknek a tudósoknak az életpályája, ezek sikertörténetek, ezek azt mutatják, hogy érdemes ezzel a tudománnyal és a természettudománnyal foglalkozni. És ez egy másodlagos aspektus, hogy ezeknek legalább az egyik nagyszülője mindegyiknek zsidó volt, és emiatt, semmi más miatt, emiatt őket megsemmisítésre jelölték ki. Van egy nagyon hát megrázó bejegyzés a vendégkönyvünkben, hogy végre egy hely, ahonnan nem gyomorgörcsel jövök ki. Tehát pozitív élményt adunk, ez nagyon érdekes. Áttételesen mégiscsak valamit szól az antiszemitizmusról, illetve áttételesen nem direkt módon, reméljük, hogy befogadható módon szembesíti a látogatót, és reményeink szerint a legtöbb látogatónk fiatal, hogy ezekkel az ordas eszmékkel nem jó szimpatizálni. Csúnya dolog. Hát nagyon örülünk annak, hogy eljött hozzánk, örülünk a díjnak, és kívánjuk mindenkinek, hogy aki csak tudja és teheti, minél hamarabb látogassa, akkor meg Balatonfüreden a Zsidó Kiválóságok Házát. Köszönjük szépen. Einsteintől napjainkig zsidók és csúcs technika. Köszönjük szépen. Ez egy állandó kiállítás, tehát egész évben lehet jönni. Köszönjük.